Üdvözlök mindenkit, engem Márián Gábornak hívnak. Másodéves képiábrázolás szakos hallgató vagyok itt a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, és a Kozmogónia című projektemet fogom bemutatni, amelynek konzulense Rácz Molnár Sándor volt. A munkám kiindulási pontja az izlandi énekesnő Björk Biophilia című 2011-ben kiadott albuma volt, amely nem csupán egy album, hanem egy multimédiás projekt, mert hogy ez tartalmazza, magába foglalja az előbb említett nagyzenei lemezt, egy jelenleg is tartó koncertszériát, illetve, és ez volt az album, illetve a projekt legnagyobb innovációja, hogy ez az első olyan album, amelyet okostelefonos alkalmazások, applikációk, úgynevezett appek formájában is megjelentettek. És az volt az én projektem célja, hogy ezt az összetett projektet egyfajta képzőművészeti szemszögből megközelítve egy tömörebb, de semmiképpen sem egyszerűbb formában, képek formájában újraértelmezem, tovább gondoljam. Haladjunk tehát képről képre. Az első munka a Hold címet viseli. Azért tartom fontosnak ezt a képet, mert ez mutatja a legjobban azt, hogy azt a játékosságot, ami végigvonul az albumon és az én munkámon is, a léptékváltást a makró és a mikró méretek között, tehát egy mikroszkópikus világ és egy kozmikus léptékű világ között. Úgy értem el ezt a szemmel látható raszteres, furcsa szemcsézett hatást, amiből itt látunk egy közeli képet, hogy a témából kiindulva a Hold 8 fő fázisát megfestve, és ezeket digitális fotó formájában, majd aztán ezeket a fotókat áttetsző layerekre nagyítva összevetítettem, tehát 8 plusz 1 layer, a 9. layer pedig az a Hold látványát idéző általam készített fotogram volt, és ezeket a layereket analóg módon összevetítve kaptam meg a végleges látványt. A címadókép, a kozmogónia hátterében a fogalomból indultam ki. Ugye ez egyrészt csillagászati értelemben az égi testek, csillagok, bolygók születését is jelenti, de ugyanakkor a világ keletkezéséről szóló elméleteket is magába foglalja. Tehát a teremtés mitoszokat, a világ keletkezéséről szóló mitoszokat, és ezért van többek között az, hogy ezeket az örvénylő, még kialakulóban lévő nem végleges vörös formákat összekötöttem, tehát mindegyik, ha nem is közvetlen, de közvetett módon kapcsolódik egymáshoz, mert ugye a mítoszok is ugyanilyen módon nagyon eltérőek, a különböző népcsoportok mítoszai, de vannak közös pontok, vannak átfedések, vándormotívumok, illetve itt láthatunk egy közelít a képből, ezt a vonalstruktúrát, amivel idézelesen megszőttem a képeket, ez is erre a folyamatosságra utal. A Kristály szerkezet című képnél magából ebből a címből, a szóból próbáltam kiindulni, és olyan látványt létrehozni, ami ezt a struktúrát szemlélteti, és úgy gondolom, hogy a legjobb eredményt ezzel a papírmetszés technikával érem el. Itt a bal oldal láthatjuk a papírmetszetnek egy részletét, tehát a papírt összekaristolva, karcolva, visszatépve hoztam létre ezt a felületet, és ugye itt megint utalás ez a struktúra, illetve ez a struktúrában lévő struktúra, mint zárványok jelennek meg, utalás erre a csillagrendszer, vagy a csillagrendszer, ami magába foglalja az eredeti applikációban a dalokat, és itt meg ugye ezeket a külön elemeket. A vírus című képnél egyfajta léptékváltás történik, ebbe a mikroszkópikus világba csöppenünk. Az eredeti dal az egy metaforikus dalszöveggel rendelkezik, amely a férfi és nő kapcsolatát meséli el, ahol
a férfi a sejt, és a nő pedig a vírus, az őt meg, a sejtet megtámadó vírus, és ennek a kapcsolatnak természetesen mi is lenne a vége, mint hogy a vírusok az örökítő anyagukat befecskendezve a sejtbe elpusztítják azt. És itt az volt az ötletem, hogy szerves anyagokról készült fotogramokat montázsolok össze, illetve az örökítő anyag, az pedig a saját rajzaimnak szintén levetített és a képbe belemontázsolt változat. Itt látható egy közeli a vírusokról. Illetve voltak kulcsszavak, amiket az énekesnő megadott magának minden dalhoz, itt például a generatív zene volt az egyik ilyen kulcsa, és innen jött az ötlet, hogy ezeket ebben a szerves világban, ezekben a szerves anyagokról készült fotogramokba integrálni valamilyen módon a digitális technikát, hiszen ez meg ugye megint csak nagyon fontos volt ennél az albumnál, és így a munkámnál is. Tehát, hogy itt, amit látunk, ez egy analóg fotografikus nagyítás, egy a dalt vizualizáló szoftver pillanatképéről. Tehát miközben lejátszottam a Vírus című dalt, rippeltem az egyik pillanatképet a vizualizációba, és ezt másoltam aztán be a végleges képbe, és ez alkotja a sejtmagot. A Közös pont című képnél megint maradunk ennél a párkapcsolati témánál, de itt én azt tartottam fontosabbnak, hogy tehát a közös pont, ugye vegyes technikával készültek ezek a képek, van fotogram, van festés, van papírmetszet, kézi rajz, tehát hogy ahogyan a két ember közelít egymáshoz és talál közös hangot, két technika, két különféle eljárás is harmóniába kerülhet egymással, illetve ami mégis ennek az egész projektnek a lényege, és szerintem a Björk projektnek is a lényege, hogy az ember valamilyen módon megpróbálja a körülötte lévő világot feldolgozni, ezeket az információkat, mint ahogyan én is itt ennél a képnél a különféle metszeteket feldarabolva egymáshoz illesztjük, és így ennek a folyamatnak az eredménye egy saját mítosz, vagy egy saját világ. És itt látható a teljes 8 képből álló sorozat. Köszönöm szépen a figyelmet!